próbáltuk a új Battlefieldet, meg a... Meg az új Titanfall. Meg az új Titanfall, kb. Ez a két ilyen fontosabb játék van. És a Titanfallban óriási sikerélményeim voltak, úgyhogy az első részre nem nagyon játszottam, de valahogy úgy ráéreztem, hogy... Mehet idéztél. Mehet idéztem, igen. Falonfutottál, mészároltál. Falonfutottam, mészároltam, sniper-eztem, amikor kell. Egyszerűen ez az, valahogy az én képességeimre van szabva az a játék. Tök jól is néz ki. És hát természetesen győzelemre vezettem a csapatot. Én ugyanezt a Battlefield-el játszottam el, úgyhogy nekem az jobban bejött egy kicsit. A Titanfall egy normál, tehát egy ilyen semmi extra a grafika tekintetében, szerintem a Battlefield azért nagyon durván néz ki élőben is. Ez így van, csak ott az volt, hogy semmiből egyszer csak kaptam egy fejlövést valami toronyból, egy rohadt kempelő sznájpertől meg. Nehéz képességek kellnek, ezt nem mondta a DICE, hogy ezt kiveszik a játékból. Úgyhogy... Én valószínűleg hamar meghalnék az első világháborúban, ez biztos. Jó, de most nem erről beszélünk, azért nem egy szimulátor, lássuk be, amikor tripla fedeles repülők tucatjai keringenek egy Zeppelin fölött, a Zeppelin az bombázza a földön össze-vissza harcoló katonákat. És ez a repülővel is? Nem, én földi csapatokat vezettem győzelemre, elfoglaltok. Véletlenül úgy sorsolt ki a gép, hogy én voltam a szakaszvezető, és akkor ugye tudsz parancsokat adni a csapatnak, és hárman követték is az utasításaimat, úgyhogy gyakorlatilag emiatt győzött a csapatunk. Értem. Úgyhogy sok mindent láttunk, még többről fogunk még külön is beszélni. Köszi szépen, sziasztok! Sziasztok!